Kereszteződésekbe, utak mellé, de játszóterek közelébe is telepítettek kamerákat Nyíregyházán. Az önkormányzat saját forrásból a város 15 pontjára szerelt fel térfigyelőket, ami 23 új berendezést jelent. Nagyon fontos a bűnmegelőzésben, de nekünk is nagyon sok segítséget nyújt, hiszen nagyon sok olyan szabálytalanságot fedezünk fel, ami alapján egy helyszínen mi is ki tudunk menni, tudunk intézkedni, ha nagyon szükséges volt, tudjuk érésíteni a rendőrséget. Tehát ez a kamerarendszer azon túl, hogy tényleg hogy segít ebben is, de nagyon jó visszatartó erő, hiszen az utóbbi időkben a kameráknak a látószögeiben, látott területein nem nagyon lehet észrevenni olyan bűncselekményt, ami pont akkor történik, és pont a kamerák előtt történik. De a rendőrség ennek ellenére nagyon sokszor napi szinten járnak hozzánk elvinni felvételeket, amelyek valamilyen bűnügyhöz kapcsolódóan kérnek ki. De a baleseteknek a rekonstruálásában is nagyon nagy segítséget nyújtanak ez a kamerák. A korábbi telepítések kapcsán jelenleg már 309 kamera működik a városban. 2010-ig 12 volt, és csak ezután lett a többi, majdnem 300 berendezés kihelyezve. Ehhez jön még a mostani 23. Mivel az utóbbi időben sok gyorsulási versenyt jelentettek, ezért a Magyar utcán a temetőhöz is szereltek fel térfigyelőt. Nyírszőlősben lesz két helyszínen kamera, lesz helyszínen Orosan is kamera kihelyezve, lesz a belvárosban több ponton, Árok utca Moszkva utca sarkán, Árok utca Vasfájpál utca sarkán, Dohány utcai tömbelsőben lesz kihelyezett térfigyelő kamera, de a Korányi közi új játszótéren és nagy sportpálya, ami ott létesült, annak vélemény érdekében lesz kitéve új kamera. Lesz kitéve még kameránk a Törpe utcán, ott is egy ilyen sport létesítmény épült nem olyan régen, kosárlabdapályával és egyéb felszínes tárgyakkal, amelyek a védelmére szintén lesz ilyen kamera, de a Bukras utca játszótérre is fog még kerülni kamera. De található még kamera többek között a Kossuth utcán, a Nyár utca, Körte utca, Nyírfa tér sarkánál, a Bukarest utcai játszótérnél, az Árok utca, Moszkva utca sarkánál és a Korányi közi nagy belső téren is. A jövőben az újvárosi stadiont körülvevő új pályák és sportlétesítmények védelméért 30 új kamera kerül ki, illetve a déli ipartelepen is mintegy 180 berendezés fogja védeni a közterületeket.